Yeah. Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok velem megint. Kicsit előbb indítjuk ezt a videót, hogy lássátok, micsoda gyönyörű ez a hely. Balaton Mária fürdőn vagyunk, a strandon. Most kihasználjuk a lehetőséget, amíg még nem fürdőznek. Lehet nyugodtan dobálódni, senki nem fog ránk kiabálni. Szép öltöző, azt mutatod. Nagyon szépek ezek a hegyekkel, nem lehet betelni, amik szemben vannak velünk. Erdélyben sokkal nagyobbak vannak, tudom. Látjuk, sokat láttunk belőlük, de azért nekünk ezek a szívünk csücskei. Mert hát mi ennek a csonkaországnak ebben a részében születtünk. De nagyon gyönyörű, nagyon szép. Kicsit szelesebb az idő, mint utoljára volt. De azt hiszem nem fog bennünket zavarni horgászatba, mágnesezeltba. Kicsit gyönyörködjetek velünk. Szembeszél. Látjátok a szembe a Szent György hegyet, gyönyörű tanúhegyek. Közben én nekiállok a botot betölteni, megcsinálni. Nagyon gyönyörű idő. Nagyon jó horgászhely, ugye. Érdemes eljönni horgászni is, bárhonnan. Aktívan telepítik a Balatont. Nagyon sokféle, ahol megtalálható benne. Itt általában az édesvizeinkbe. És már dobom is befele az elsőt, hogy haladjunk vele. Valami gomb. Hello. Oh, ez valami gomb, gyerekek. Ezt nem hiszem el. Lehet látni. A magyar királyi korona van rajta. Tehát ez egy világháborús katonai gomb. Hát ez nagyon jó. És ugye ez a része, ez réz. Látszik is ott rajta, de a belső része, meg a belvarró része vas. Azért fogja a mágnes. Ó, hát ennek nagyon örülök. Hát nagyon megérte ide eljönni most már, ez már kicsi. Akármi is, ha nem lesz semmi ezután, akkor is nagyon jó. Ez nagyon szép. Ó, hát folytassuk, feltétlenül hamar gyorsan. De hála Isten, hogy koszos lett. Na, lobom is vissza. Ez egy 100 forintos, gyerekek. Kezd megtérülni az úti költségünk. Nem is lett rozsdás. Ez is valami nyárvégi szerzemény lehet. Nem tudom, miért dobálják be a pénzeket ilyen helyre, de nem baj, hogy bedobálják. Hát kiszedjük. Ne rajtunk. Thank you.
nálam ott vége. Ilyen hullámos lehet a homok szerintem. Alatta az orrukrál így. Erre kint már nem annyira. Mert hogy itt erre is a kus. Valami van, de valami kacsak. Van egy szép anyacsavarunk. Nem olyan szép, de legalább nincs a vízbe. Megy a többi találat közé. Próbálkozott újra. Vadkacsák repülnek. Tepsibe szebbek, szép pirosan megtükre. Hát én nem vagyok vegetáriánus, tehát én el tudom képzelni. Szép pirosan, ropogósan. Megtűzdelve szalonnával, fokhagymával, hó. Mindjárt csöppen itt a nyálat. Persze utána megiszunk egy jó pohár vörösbort, ma aki azt szereti. De utána nagyon jó egy kupica pálinka is, mert nagyon jól segíti az emésztést. Mint tudjátok, nincsen rajta semmi. De hát csináltunk mi boros videókat is, sőt ugye pálinkásat is. Ha időtök engedi, nézzétek meg azokat is. Nem tudom, nem biztos, hogy sokat tanultok belőle, de mi legalább jót beszélgettünk. Na, hadd menjünk. Nem győzöm elégszer mondani, rá tudok feledkezni ezekre a hegyekre. Erre hiába feledkezek rá üres. Nem mondhatni azt, hogy nagyon szemetes ez a strand. Igazából vagy nem fogunk semmit, vagy ha fogunk, akkor azért érdekesek ezek a dolgok, amiket fogunk egy-két pénzért, meg a többi. De volt, aki kérdezte tőlünk, hogy egy-egy ilyen kis videó összeállítás, amit ti láttok, ugye az olyan általában 10-12-15 perces, hogy mennyi ideig tart? Tehát, hogy mi csak tényleg csak annyit dobálózunk? Hát a fenét. Egy-egy ilyen pece az olyan egy óra, másfél óra minimum, amit kint vagyunk. Hát az üres kapásokkal azért nem mutatunk benneteket annyira. Természetesen annak a legnagyobb hányadát kihagyjuk. Szeretjük, hogyha... Na ezen megint nincs semmi. A fenének... Meg kell nekem ennyit beszélni? Hát, ha akkor akadt volna rálam. Szóval megy vissza. Ezt meg nem mondom igazából mi volt ez, de bármi lehetett. Ez a része úgy nézem, hogy a vége meg a karika. Igen, a karika az réz, meg a vége is. Ez a fele meg vas. Ez pont úgy néz ki, mint egy, nem tudom, mint egy fiókító, de nem tudom, Balatonban, hogy a fenébe kerül egy ilyen kis kilincs, de hát lehet, hogy csónak, bármi csónakból, akármilyen kis szerzemény. Nem néz ki rosszul. És a réz része az egész tiszta. Na, hát barátaim, én nagyon örülök, hogy megint itt voltatok velem. Lepakolódok ide. Ha van
nézzük ezeket a kis szerzeményeket. Nem sok, de annál érdekesebb a lényeg ez, és ez nagyon jó. Ennek nagyon örülök. Egy világháborús magyar katonai gomb. Hát ennek története lehet, sajnos nem tudja elmondani. De remélem, hogy csak itt sürődtek annak idején a katonák, és valahogy úgy került be, és nem lett semmi baja a katonának. Remélem, eljöttök velünk legközelebb is. Próbálunk megint valami szép helyet kinézni. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, hanem akkor is, és akkor írjátok meg, hogy mi nem tetszett benne. Hadd tanuljunk, hadd okoljunk. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Sziasztok!